magas az ég, még földes csizma sem elég. De egy csepp föld már mindig jár, ez itt az én hazám. A Déter Enikő, Fésűs Nelli, Ladinek Judit alkotta hármas gyönyörű hangjával elbűvölte a közönséget. De méltón a megemlékezés napjához a Szent Király akkori cselekedeteiről, történetéről is hallhattak az augusztus 20-ai megemlékezésen a résztvevők Tamásiban. Az államalapító személyiségéről, tulajdonságainak mai korban is szükséges elemeiről beszélt a város polgármestere. Minden bizonnyal bölcs, céltudatos és előrelátó volt, mert tudta, hogy Magyarország, a magyarság csak akkor maradhat fenn, ha keresztény hitre tér. Vívódó egyéniség, aki ha szükség volt rá, erős kezű is tudott lenni. Mélyen vallásos, hiszen hit nélkül nem győzhetett ellenségei felett. Templomot építő, vármegyét alapító, törvényeket alkotó, kiváló stratéga, jó taktikus, aki tudta, hogy az ország függetlenségének megőrzése érdekében egyszerre kell megfelelnie a nyugatról és a keletről érkező nyomásnak, amelynek központjait akkoriban nem Brüsszelnek és Moszkvának, hanem Rómának és Bizáncnak hívták. Amikor a Szent Király jellemét, uralkodásának lényegét akarjuk megragadni, azt ajánlom, hogy fiához, Imre herceghez írt intelmeire fordítsuk a figyelmünket. Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek a hatalomhoz. Aztán légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes, vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senki gyalázattal ne illes. Ha béke szerető leszel, királynak és királyfiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Ma is helytálló jellembeli tulajdonságokról hallhattak, de a Szent Korona történetét is megismerhették az ünnepségre ellátogatók. A király hagyatékát azóta is híven őrző nemzetről még II. Szent János Pál pápa is beszélt akkoriban. Nem szabad letérni az útról, amelyen államalapító királyunk elindított minket. Nem szabad lebontani a sziklára épített házat. Az ország fennmaradásáért, ha sokszor áldozatok árán is, de tenni kell. Alkalmazkodni kell az újhoz, megtartva a régi hagyományokat is. Összetartani a nemzetet, megőrizni a szabadságát, és egyben függetlenségét a kívülről ránehezedő nyomás hatásától függetlenül is. Államalapító királyunk elvitathatlan érdeme, hogy felismerte a felelősségét, majd felismerte, hogy mi a magyar érdek, majd ennek megfelelően cselekedett, a rábízott közösségét pedig megőrizte és egyben tartotta. Ma sem lehet más a feladat, magyarnak maradni, megmaradni magyarnak. Nekünk itt Tamásiban nincs más dolgunk, mint megőrizni azokat az értékeket, amelyeket elődeink az évszázadok során ránk hagytak. Hiszen az alapokat őseink már lerakták. A megszívlelendő buzdító szavak után pedig népviseletbe öltözött nők kínálták a résztvevőknek a megáldott új kenyeret, a megújulás jelképét.